Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. Június 24-től elindult a nyári táborszezon a Balázscsai tóban járó lovasudvarban. Idén is sok gyermek választja a lovastábort a nyári időszakban. Hegedűs Fanni, a tábor szervezője osztott meg információkat a táborról. Elindult a nyári táborszezon itt a tóban járó lovasudvarban. Hogyan készültek erre a szezonra? Hát idén is megterveztük ugye a négy táborunkat, illetve készülünk még felnőtt kurzusokkal, illetve felnőtt táborokkal. És táborokban ugye rengeteg programot szervezünk, lovas programok mellett rengeteg szuper program van még, illetve ugye itt talvos táboraink, napközis táboraink vannak. Minden korosztály van, tehát egészen az 5 éves kortól egészen az idősebb korosztályig jöhetnek lovagolni. Egyrészt a tábor részvevő is, illetve táboron kívül is tartunk ugróedzéseket, futószáras lovaglásokat, osztálylovaglásokat, igazából szinttől függetlenül jöhet bárki, hiszen ugye nyilván itt az a cél, hogy tanuljanak a gyerekek és a lovasok. Ez az első nyári tábor idén. Hányan vesznek részt? Hát itt az első táborban még 10 páran vagyunk, viszont ugye ez majd, ahogy haladunk bele a nyárba, egyre több lesz, és amit mondtam az előbb is, hogy ugye rengeteg féle korosztály, tehát egészen a picitől kezdve az idősebb korosztályig, úgyhogy igazából várunk szeretettel bárkit. Még 3 táborunk lesz hivatalosan, de tervezzük a további programokat és a további táborokat és felnőtt táborokat is. A lovaglás mellett milyen programok várják még itt a gyermekeket? Hát ugye nagyon népszerű most ez a hobby horse, ugye a kisebbek azt is nagyon szeretik, szoktunk strandra menni, fürdeni a gyerekekkel, akkor rengeteg ilyen vetélkedős programot, bátorságpróbát szervezünk, illetve ugye ez mellett a lovas programok, ami a szőrénylovaglástól kezdve egészen az ugróedzésekig tart. Megtanulhatják a lónak a felszerelését, akkor a lóval való bánásmódot, a lótartást, lótartásnak az alapjait, illetve rengeteg új programokat is szoktunk még szervezni. Mindenki beljebb tart, Zsófi vártázik, jó? Beljebb tart! Mindenki! Milyen felszerelésekre van szüksége a gyermekeknek? Hát ugye első és a legfontosabb a kobak és a gerincvédő, ugye a lómenekülő állat, tehát akármennyire is nyugodt, muszáj valamilyen szinten védekezni ezzel, hogyha leesik a lovas. Ezt tudjuk itt biztosítani, viszont nagyon sokan már saját felszerelésekkel érkeznek. Ugye ezen kívül a lovascsizma, a lovaglónadrág, pálca, a kesztyű, kinek mire van szüksége. Viszont az alapvédő felszereléseket tudjuk biztosítani addig, amíg a lovasnak nincsen saját. Említettük itt, hogy a jövőben is lesznek táborok. Ezekre a táborokra lehet még jelentkezni? Igen, bármikor, sőt, még előtte pár nappal is nyugodtan lehet jelentkezni. Nyilván limitált azért most már a jelentkezés, mert nagyon sokan vannak bejelentkezve, viszont bármikor várjuk a jelentkezést, akár táborra, akár lovaglásra is. Kiket vártok a táborban? Igazából kortól és lovaglási szinttől független ez a dolog. Van olyan, aki egészen kezdő, tehát egyrészt korba is picike, meg még kezdő is, de igazából bárki jöhet. Tehát mindig ezt mondjuk, hogy bárki jöhet, azért vagyunk itt, hogy tanítsuk őket, vagy hogy fejlődjenek. Úgyhogy nem számít az, hogy mennyire tud lovagolni valaki, szeretettel várjuk a táborba. Kezdők is jelentkezhetnek? Igen, jelentkezhetnek, és nyilván ők futószáros edzést fognak kapni az elején, és utána haladunk felfele velük majd.
Görkorcsolya tábor tartott általános iskolás gyermekek részére a Hétkerék Egyesület. Az ötnapos táborba stábunk is ellátogatott, ahol Hegedűs Kata, a tábor egyik szervezője osztott meg fontos információkat a táborról. A Hétkerék Egyesület nyári táborában vagyunk. Mennyire népszerű ez a tábor? Most ebben a táborban 8 gyerkőc jött el. Több tábor is van most itt Kisteleken, úgyhogy nem lett sok jelentkező, de nagyon kis családias környezet alakult ki, és augusztusra tervezünk egy másik tábort, oda még hát, ha többen is eljönnek. Hogyan tudjátok megtanítani a gyermekeknek a görkorcsolyát? Több gyerek is úgy jött, hogy most először van görkorcsolya a lábukon. Egy-két edzés után nagyon ügyesen belejöttek, tudnak gurulni is, most már gyorsabban menni. A technikát is gyakoroltatjuk velük, hogy menjenek le pozícióba, kanyarlépések, de az eséseket is, hogy a védőfelszerelésükre essenek, és ne hátra. És nagyon ügyesen belejöttek pár edzés után. Milyen programok várják a gyermekeket itt a hét során? Naponta kétszer edzünk, ezen kívül Jenei Mária engedte meg nekünk azt, hogy a háznál az udvarba legyünk, és ott van egy nagyon jó kis terasz, és ott a bázishelyünkön karkötőt készítenek, karkötőt fonnak, körmöt festenek. Most nagyon nagy szerepet kapott a számháború, nagyon rápörögtek arra, illetve bújócskáznak, fogócskáznak, fociznak, röpíznek, nagyon ügyesen elfoglalják magukat ott. Közösségépítő funkciója is van a tábornak. Hogy érzik magukat a gyermekeket? Eddig csak pozitív visszajelzést kaptunk, amikor jönnek értük a szülők, akkor még megkérik, hogy egy 10-15 percet hagy maradjanak még, és nagyon élvezik egymás társaságát, van, akik még nem is ismerték egymást, és nagyon szoros barátságok alakultak ki pár nap alatt. Itt mögöttünk is jelenleg edzés van, mit láthatunk itt? Most Bitó Szilvi tartja nekik az edzést, eddig ahogy néztem a technikára mentek rá, pozícióba menjenek, hogy essenek el, kanyarlépések, igyekszünk a gyorsaságukon is fejleszteni, bár elég kicsi a pálya, de most megint a pozíciót gyakorolják, Sziszi mutatja nekik elől, és egyre ügyesebbek lesznek. Ez a különbség. Mert ha így vagy, akkor így nagyon könnyen kiszadad alólad is, meg előre is, azért esel ennyi. Amint behajlítod a térdet, kicsit stabilabb vagy. Látod, én is tudom így mozgatni a lábamat bent. Védőfelszerelések is vannak a gyermekeken. Milyen védőfelszerelések kellenek itt a sportágban? Ami most itt a táborban kötelező, az a tért, könyök, illetve csuklóvédő, illetve a sisak az nekünk is versenyszinten is kötelező. Most rajtuk mindegyik rajtuk van, biztos, ami biztos, már még elég bizonytalanok, esnek, kelnek, úgyhogy ezek a kötelező védőfelszerelések. Különböző mozgásformákat is elsajátíthatnak a gyerekek. Mik ezek pontosan? Itt az edzésen különböző ügyességi feladatokat is gyakoroltatunk velük, ilyen a szlalom, az ugrás, a kanyarlépésbe is, hogy dőljenek be. Kicsit visszatérve ide a nyári táborra, illetve az augusztusi táborra. Mit terveztek augusztusra? Augusztus egyik hetén egy ugyanilyen tábort szervezünk, ugyanígy Vitó Szilvivel közösen. Ugyanez lenne a menetrend, napi két edzés, napi háromszori étkezés, és az edzések és étkezések között különböző játékok, kézműves elfoglaltságok. Mikortól lehet jelentkezni ebbe a táborba? Lehet még jelentkezni? Persze, még meg se hirdettük, igyekszünk a tábor után minél hamarabb meghirdetni, és egészen a tábor előtti egy hétig lehet jelentkezni. A Halasi Hangulat zenekar és a Hajnalig Szól együttes közös szervezésében nosztalgia zenés estel készülnek a nyárra Kisteleken. A két hetente pénteken tartandó nyáresti térzenés programon környékbeli együttesek lépnek fel. Nosztalgia zenés estekkel készülnek a nyára itt Kisteleken. Mit lehet tudni erről a programról? Igen, itt Kisteleken próbálunk egy ilyen rendezvény sorozatot összehozni Tótósi barátommal, hogy minden második hét pénteken élő zenés estel próbálunk kedveskedni itt a helyi lakosoknak, illetve nem csak a helyi lakosoknak, környékbeli lakosoknak, hogy egy picikét hát vidámabbá tenni ezeket a forró nyári meleg napokat, kis leülni itt a kávézónál, beszélgetni, ital mellett zenét hallgatni, akár táncolni. Ez a cél, amit próbálunk elindítani itt Kisteleken, hát ha lenne rá vevő közönség.
több zenekar is képviselteti itt magát. Kik fognak fellépni pontosan? Igen, hát ma este a Kati és a Hegedűs Forráskútról ők fognak föllépni. Szeretettel várják a kedves érdeklődőket. Két hét múlva akkor Bélteki Csabi barátom, vagyis a Hajnalik Szó zenekar lép föl, majd 26-án akkor a Halasi Hangulat zenekar fog föllépni, augusztus 9-én Tari Józsi, és a 23-át meg sorsolás alapján fogjuk eldönteni majd. Milyen segítségeket kapnak a rendezvény megtartásához? Hát úgymond segítséget csak a polgármesteri hivataltól és polgármesterünktől kaptunk, vagyis kapunk, mástól nem igazából. Ez az én ötletem volt, hogy csináljunk ilyen zenés nyári estéket, azért, hogy itt kicsit meglendítsük már a kisteleki népet, és hogy tényleg ezekbe a forró napokba érezzék egy kicsit jól magukat. Mekkora lehetőség ez a helyi zenekaroknak, itt a környéki zenekaroknak? Hát mi ezt úgy gondoljuk, hogy mivel a környékben nagyon sok zenekar, zenész van, akiket mi is ismerünk, és ugye van ez a zenész vőfély találkozó, amit szoktunk évente egyszer megrendezni, de viszont úgy voltunk vele, hogy mivel oda is csak adott létszám négy fő, vagy négy zenekar tudunk hívni, itt próbálunk ide másik zenekarokat hívni ide is, hogy tényleg itt legyen egy pici kis élet, ismerjék meg a környező zenekarokat, hogy nem csak az a 2-3-4 zenekar van, akit sokan ismernek, hanem van sokkal több zenekar van, és erre próbálunk lehetőséget biztosítani itt mindenkinek. Említette itt, hogy több fajta zenekar fogja képviseltetni magát a nyár folyamán. Milyen fajta műfajokat fognak ők játszani? Kimondottan nosztalgia zenét fognak játszani, tehát itt nem a lakodalma zenére megyünk rá, hanem inkább a sláger zenére és a bulizó zenére szeretnénk rámenni, de nem a lakodalmasra. Két hetente, tehát minden péntek este itt a Centrál Kávézó mellett nosztalgia estek lesznek. Kiket várnak ezekre az estékre? Bárkit, azt viszont még gyorsan elmondom, hogy este 8 órától lesz minden második pénteken, hogy 8-tól éjfélig lesz ez az est megtartva. Bárki jöhet, ingyenes a rendezvény, a zenekar hangol, hál' Istennek, úgyhogy tényleg mindenkit várunk nagyon sok szeretettel. Még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy Bárdos Attila, a Centrál kávézó tulajdonosa, üzemeltetője, szeretettel vár mindenkit, és hűsítő italokkal, különleges sörökkel várja az estére a vendégeket. Elindult a vakáció és a strandszezon, ám a felhőtlen kikapcsolódás mellett veszélyekkel is járhat ez az időszak. Fontos felhívni a figyelmet a megfelelő folyadékbevitelre és a napégés elkerülésére. Elindult a nyári szezon, fontos felhívni a nyár veszélyeire is a figyelmet. Mik ezek a veszélyek pontosan? Talán a legfontosabb az a kiszáradás veszélye, illetve a tartós napon tartózkodás miatt kialakult napszúrás hőguta. Ezek a nyárveszélyek össze is függnek. Amit javasolhatok, hogy 11 és 3 óra között minél kevesebbet tartózkodjunk napon. A napszúrás az tulajdonképpen arról szól, hogy a fejünket nagy mennyiségben érik a napsugarak. Ezeknek a vezető tünete hányás, hányinger, fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, remegés. A hőguta pedig egy egész testet érintő probléma, amikor úgy védekezünk a meleg ellen, hogy elkezdünk izzadni, verejtékezni, és ez a verejtékezés ez vagy nem tud megvalósulni, mert a páradús a környezet, és nem tudjuk elpárologtatni a verejtékünket, vagy olyan ruházatot hordunk, ami miatt a verejtékezés nem történhet meg, ekkor a testünk túlmelegszik, és ez okozza a hőgutát. Védekezni úgy tudunk ellene, hogyha, amit mondtam, ez a 11 és 3 közötti időintervallumban nem megyünk napra. Nagy karimájú kalapot hordunk, vagy bármilyen sapkát, ami védi a fejünket. Bőséges folyadékot fogyasztunk, és napvédőket használunk, illetve nagyon fontos a pamutból készült lengeruházat. Mennyi folyadék bevételére van szüksége felnőtteknek így a nyári időszakban? A felnőtteknek átlagosan 2,5 liter folyadékra. Ebbe benne van az is, amit táplálékkal fogyasztunk el. Mert hogy
ugye most már azért gyümölcsöket, lédús gyümölcsöket eszünk, dinnye, őszi barack, bogyós gyümölcsök, ezek nagy mennyiségben tartalmaznak folyadékot, a zöldségek is tartalmaznak folyadékot. Ezen fölül körülbelül egy másfél liter folyadék elfogyasztása javasolt. Mindig szeretném megjegyezni, hogy a folyadék az víz legyen. Körülbelül 2 pohárostos üdítő belefér, de a nagy része az víz legyen, vagy ásványvíz, vagy pedig sima csapvíz. Elindul a strand időszak is, fontos felhívni a figyelmet a napi égés veszélyeire is. Hogyan védekezhetünk ez ellen? A naptejek széles választéka áll rendelkezésünkre, hogy ezek ellen védekezni tudjunk. Itt a szakembereink segítenek a megfelelő és optimális naptej kiválasztásában. Valószínűleg a naptejnél az első dolog, ami föltűnik, a rajta lévő szám, hogy ez mit jelent. Ez a faktor, ami 30, 40, 50 faktoros naptejek vannak. A faktor pedig laikusként azt jelentheti, hogy mennyire véd bennünket a nap sugárzásaitól a naptej. Tulajdonképpen erről is van szó. De ha szigorúan vesszük, akkor az a faktor szám azt mutatja meg, hogy normál esetben, mondjuk ha 10 percet tartózkodhatunk a napon, napégés nélkül, akkor az 50 faktoros naptej az 50-szer 10 percet enged a napon tartózkodni napégés nélkül, ami egy 500 perc, ami körülbelül 8 órát jelent. Ez egy körülbelül én bőrtípusomnak megfelelő, tehát egy kékszemű, világoshajú ember esetében igaz ez a 10 perc, egy mediterránabb, barnább bőrű esetében ez 15-20 perc is lehet, és nagyon fontos, hogy gyerekeknél ez mindössze 5 perc. Vannak a fizikai fényvédők, ami környezetbarátak, már a csomagolásuk is úgy van, szinte papír a csomagolásuk, alig használunk műanyagot. Ezek nem oldódnak le a testről, illetve ha leoldódnak is, kevésbé károsítják a halakat és a korallzátonyokat, úgyhogy ezekkel biztonságosan lehet fürdeni. Illetve környezetbarátan, illetve azt szoktuk mondani, hogy akinek ekcémás, bármilyen allergiára hajlamos bőre van, az mindenképpen a fizikai fényvédőt vigye. 50 faktorosat javaslunk, hiszen mint mondtam, annál kevesebb szer kell bekennie magát, minél nagyobb a fényvédés erőssége. Ez nem azt jelenti, hogy ha egyszer bekente magát, akkor 8 órán keresztül ez rajta lesz a bőrén, hiszen menet közben törölközik, izzad és fürdik, tehát ezt valamennyi időnként újra kell kenni, de nagyon jól védenek ezek a fizikai fényvédők. Ez egy kémiai fényvédő. Ennek az az előnye, hogy amikor használjuk, akkor az izzadsággal szemben sokkal jobban ellenáll, aktív életet élünknél jobb, illetve én felnőtteknél a kémiai fényvédőt szoktam javasolni, hogyha nincs allergia. Ez kémiai úton közömbösíti az UVA-UVB sugarakat, és nagyon gyakran kombinálják E-vitaminnal, minden olyan készítménnyel vagy olyan vitaminnal, ami továbbiakban is fokozza a napégés vagy a napvédelmet. Nagyon praktikusnak találom ezeket a stickeket. Én nagy rajongójuk vagyok. Ez úgy néz ki, némelyiket ajakérnek hívják, de azt is lehet arcban alkalmazni, hogy egy ilyen kihajtható, mint egy dezodor, úgy néz ki, és gyakorlatilag a táskában elfér, és ezzel az arcfelületet bármikor át lehet kenni. Tehát ez kéznél van, mert hogy vannak olyan kirándulások, amikor nem feltétlenül szükséges az egész testet, vagy napközben bekenni, vagy nincs is rá időnk, de akkor is ez a táskába belefér, és bármikor elő tudjuk venni, és a napégés tüneteit azt csökkenteni lehet ezáltal. Vannak a kifejezetten arcra készülő fényvédő készítményeink, aminek van színezett és színezetlen verziója. Ezek is általában az 30-50 faktorokat javasoljuk, de leginkább az 50-et. Bőrtípusokként van, hogy zsíros vagy szárazabb bőre valakinek, és ugye nagy előnye, hogy nem kell alapozót felvinni, hiszen ezek a fényvédők már színezettek. Ha esetleg nem történt meg a
naptejnek a felvétele a bőrre, és megtörtént a napégés, akkor mi a teendő? Számtalan készítmény áll rendelkezésre, amit csillapítja a napégés tüneteit. Ezek a pantenol tartalmú készítmények általában, amik gyorsabban regenerálják a bőr vagy a bőr felszínét, a fájdalmat csillapítják, és hát egészen szörnyű napégéseket is láttunk már, ami orvosi ellátást igényel, úgyhogy ezért fontos a megfelelő fényvédelem, hogy ezeket a rizikókat elkerüljük. Ugye egyrészt a napsugárzásnak van egy DNS módosító hatása, ami a melanómát, tehát a bőrrákot okozza. A másik pedig, hogy mindenféle szépséghibákat okoz a ráncosodás, azon kívül a pigmentfoltok kialakulása, tehát különösen nagyon fontos a fényvédelem több szempontból is. És ugye pont fontos felhívni a figyelmet, hogy itt a napégés esetén azért kerülendőek ezek a különféle házi praktikák, amelyeket itt régen is hallhattunk, ugye? Így van? Ez így van. Nagyon bevált patikai készítmény volt a kakaóvaj, amiért jöttek a gyógyszertárba, semmit nem ér, tehát nagyon szépen kenegethették magukat, de nem sok mindent ért ez a készítmény. Amik rendelkezésre állnak most már, azok teljesen professzionális krémek, tehát külön tudomány áll a napvédők mögött. Amiről nem szóltam, azok a kémiai napvédők, amit például az aktív életet élőknek nagyon ajánljuk, aki izzadt sportol, vagy gyakran úszik, tehát hogy nyilván ezek a napvédők kopnak a bőrről, úgyhogy nagyon széles palettája van, illetve nagyon komfortosan, vagy nagyon dizájnosan megvannak ezek a készítmények, vagy be vannak csomagolva, hogy a legpraktikusabban tudjuk alkalmazni. Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben ellátogatunk a kisteleki Levendula Tündér tanyájára, megismerkedhetünk a középkori konyha világával, és a Kite foci tábor programjait is megnéztük. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!